Szép jó napot kívánok Önöknek! A Más hang szeretett társalgás című műsorunkat látják, és ma egy nagyon érdekes téma lesz. Konkrétan arról fogunk beszélni vendégemmel, Pártól Viktória spirituális tanácsadóval, szervusz! Szervusz! Hogy mi is ez a tudatosság, eszik vagy isszák, miért kell ennek elég ébernek lennie, és miért kell ennek ébrednie? Ugye ez három fogalom így hirtelen, az éber tudatosság ébredése. A mai világunkban érezzük, hogy a változások korát érjük, és azt mondjuk, hogy igen, és tudatosnak kell lennünk, mert csak így tudunk különféle dolgokat megoldani az életben. De tulajdonképpen miért van szükség arra, hogy tudatos legyen valaki? Az éber tudatosság az egyetlen út a jövő felé. Úgy érzem, aki nem képes meglépni ezt a lépést, hogy ébredezni kezdjen a tudata, ő le fog maradni, és hát nem is szeretnék találgatni, hogy milyen jövő vár ránk, de mindenképpen ez az egyetlen út. Ezt úgy kell érteni, hogy most egy korszakváltás küszöbén, vagy közepén inkább, közepén élünk már. És látjuk, hogy egyfajta gondolkodásmóddal az emberek nagyon nagy része nem tudja feldolgozni azokat az eseményeket, amik napról napra érik. Rengeteg halál van, soha nem volt ennyi öngyilkos, az emberekkel, ha beszélsz, akkor csak negatív aspektusból érzik az életet, és tulajdonképpen itt lenne szükség egy másfajta életmód, vagy mi nézetváltásra. Mi lenne szükség tulajdonképpen? Tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy elkezdjünk tudatosodni, ami azt jelenti, hogy nem hagyjuk azt, hogy mások teremtsék meg a valóságot, mint például a média, vagy az újságok, hanem kezünkbe vesszük a saját életünket, és mi magunknak teremtjük meg azt a valóságot, amiben élni szeretnénk. Mert tehát kialakítunk egy dologra egy álláspontot, tehát az a mi mesénk, igaz, az ő meséjük eszembe, igen. És tűzön vizen át azért kiállunk. Igen, igen. Hát elég nehéz az út ide, ugye, mert azért már eléggé komfortok lettünk, komfort ételeket, komfort médiát, komfort tudományt, mindenből a konvencionálisat fogyasztjuk, és ez az az út, ami elvileg nem vezet sehova. A te utad az hogy jön létre? Én a saját fejlődésemben megjárt úton rájöttem arra, hogy vannak bizonyos lépcsőfokok, amiket ha az ember betart, akkor a tudatosságnak olyan szintjére lehet eljutni, amit már éber tudatosságnak nevezzünk. Ez azt jelenti, hogy már nem lehet kibillenteni sem jó, sem rossz irányban, mindig a középpontomon tudok maradni. Ez nagyon fontos, és ha ezt meg tudom csinálni, akkor már képes vagyok arra, hogy én teremtem meg magamnak a valóságot. Ugye azt mondjuk, hogy a gondolkodással teremtjük a valóságot, a mai életem, a mai sorsom az előző évek, évtizedek gondolkodásának a következménye. Tehát amit ma teremtek a gondolataimmal, ezt fogom holnap után élni. Aki nincsen tudatában annak, hogy teremt, ő is teremt. Csak ha már teremtünk mindenképpen, akkor érdemes inkább azt teremteni, ami nekünk is jó. Hát ezt tudnám is azt, hogy milyen jó. Hogy lehet ebbe a kaotikus gondolkodásmódba? Tehát ugye egész nap azért onnantól, hogy fölébredünk az álmainkban, még nagyjából szabadok vagyunk, ha már oda nem visszük be a rengeteg problémáinkat. Fölébredünk, mosolygunk egyet, és onnantól, hogy kiszállunk az ágyból, nem lehet lehúzni a vécét, most tök minden, mit mondok, nincs reggeli a gyereknek, eszembe jutnak, hogy befizetetlen számláim vannak. Ebbe a determinációba, amit tulajdonképpen az életünk ránk mért, hogy lehet ezt a tudatosságot felépíteni? Hogy az lehet teremteni konkrétan? A teremtésnek vannak feltételei, és az első feltétele a tiszta lapállapot. Én legalábbis így nevezem a tiszta lapállapotnak. Azért nevezem így, mert az a példa van előttem, hogyha egy képre ráfestünk egy másik képet, akkor hiába lesz szép az a kép, de előfordulhat, hogy itt-ott le fog kopni a kép, és előtűnik az előtte levő kép. Hát most ezt elég bonyolultam. Nem, tökéletesen értem, tehát hogyha én elképzelek egy világot, amit szeretnék, igen, megvalósítani, de abba az életembe akarom beletenni, ami idáig sem működött, az az új világom csak egy nagyon csúnya, igen, eklektikus képet, egy kavarodott, kaotikus képet, igen, fog mutatni. Gyakorlatilag azt mondom valaki, úristen, hogy mennyire már más vagyok, tudatos vagyok, de közben még nem tudtam letenni, igen, a múltamnak a hozott hozadékait, a rengeteg, igen, hátizsákot, ami van csak a hátamon. Csak tiszta vászonra lehet képet festeni. Akkor ne szaladjunk előre. Hogy tudjuk letenni ezeket a hátizsákokat? Onnantól, hogy megszülettünk
a kapcsolatunk az óvodával, bölcsődével, a szüleinkkel, az iskolával, ezek mind-mind-mind ránk tevődnek, és annélkül beleszólnak az életünkbe, hogy tudnánk róla bármit. Hogy lehet ettől megszabadulni? Sok módja van, és mindegyiket használni kellene, és nagyon fontos tudni, hogy ez nagyon sok időbe telik. De egyszer meg kell csinálni, mert minden más út tévút, ha ezt nem csináljuk meg. Nekem, amikor én ezt a bizonyos első lépcsőfokot csináltam, másfél évig tartott, mire mindent megcsináltam. És milyennek a technikája, segíts nekünk? Rendszeresen kell meditálni, reggel este. Végig kell menni az embernek az egész életén, meditációban, rá kell szánni a napokat, gondolkodni kell, hogy mik azok az események, amik negatívak voltak és tüskéket okoztak, és ezeket mind-mind ki kell húzni, és be kell gyógyítani ezeket a sebeket. Nem mindegy, hogy egy negatív eseményt magunkba temetünk, vagy pedig feldolgozva el tudjuk engedni. Tudatalattiba beágyazzuk szépen. Igen. Tehát ez úgy néz ki nálad, hogy mit tudom, meditálsz, és akkor eszedbe jut, hogy mit tudom én, kihívtak matekórán, és akkor ott nagyon bealáztak már a 2x2-vel. És akkor erre még ugye figyelni kell, ez az éberség, hogy ez mondjuk összerántja a gyomrodat, igaz? Igen. Tehát akkor neked Igen. ott azzal foglalkoznod kell, és hogy oldod ezt ki? Hogy oldod? Én a természetbe jártam meditálni, és újból felhoztam ezeket a régi emlékeket, amik nekem fájóak voltak, és akkor megengedtem magamnak azt az érzést, hogy fájjon, ha haragudni kellett, akkor haragudtam, és amikor megéltem újból ezt az érzelmet, akkor átengedtem magamon. És tehát addig ismételgetted ezt a dolgot, amíg... Visszahelyeztem magam meditatív állapotban abba a múltbeli eseménybe, újból megéltem ezt az eseményt, és akkor jöttek az érzelmek is vele együtt. Segítsünk már azoknak az embereknek, akiknek ez a meditáció olyan távoli dolog tőlük, mert hogy látták, hogy na, spirituális, meditálnak. Segítsünk már nekik, mi ez a meditáció, hogy lehet eljutni abba az állapotba, hogy ez a zaj, ami belőlünk jön folyamatosan, az ne zavarja bele a gondolatainkba, amikor éppen azt mondjuk, hogy meditálunk. Mi is a meditáció tulajdonképpen? Tulajdonképpen az elme lecsendesítése, és ezzel együtt szokták mondani, hogy ébrenlét a magasabb síkokon. Ilyenkor jobban meghalljuk a belső hangot, és jobban tudunk befelé figyelni magunkra, ezért aki most kezdene el meditálni, tanulni vagy gyakorolni, először nagyon fontos, hogy nyugodt környezetet biztosítson hozzá, hogy semmi ne billentse ki, amikor próbálja. Ki kell alakítani egy kezdést és egy befejezést a meditációhoz. Hogyha mindig ugyanazt csináljuk, például egy klasszikus példa, hogyha elképzelünk 3 lépcsőfokot, és azon képzeletbe lemegyünk, mikor leértünk, akkor kezdődik a meditáció. Ha ezt rendszeresen csináljuk, akkor egy idő múlva az agyunk tudni fogja, hogy igen, megint az a kép van, hogy megy le a lépcsőfokon, és akkor már is átkapcsol abba az állapotba. Ez érdekes, hogy amikor én is tanultam meditálni, akkor még mondtak még egy dolgot is, hogy azt is kalkulált bele, hogy dudálnak, elmegy a cirine, az autó, igen, kiabál, és azt úgy kalkulált bele a meditációba, igen, hallom, de ez se zavar abba, hogy meditáljak. És akkor igen, megérkezel a saját kis tiszta szobádba, ugye ez a belső, igen, a gondolatok belső bugyra, ahol fölhozod azt a problémát, például, hogy mit tudom én, egyszer biciklivel ment át az erdőn, és egy csúnya bácsi megkergetett című. Tehát ez a... Igen, újból visszagondolok akkor, hogy ki voltam én akkor, milyen érzés volt ez nekem, és ezt megengedem, hogy előjöjjön. Uh-huh. Mert lehet, hogy eddig csak eltemettem magamba, de az nem ugyanaz. Uh-huh. Megint... És akkor meg kell bocsájtanod annak a meg csúnya kell, bácsinak. Igen, hogyha megengedtem magamnak, hogy megint azt a negatív érzést átérezem, és kiengedtem magamból, akkor a csúnya bácsinak a szemszögéből is nézni kell az eseményt, hogy vajon akkor ő miért tette azt, neki miért volt akkor arra szüksége, és utána szeretettel meg kell neki bocsátani. Hát ezek a nagyon nehéz dolgok. Igen. És gyakorlatilag, amikor egy ilyen dolgot feldolgoztál magadba, akkor van, hogy ezen a vásznon, a sarkába egy kicsit radíroztál, igaz? Igen. És akkor végig kell venni a szülőkkel, az iskolával, mindent, mindenki, aki valahogy úgy érzett, hogy valamit elültetett benned negatív dolgok. Igen, uh-huh, igen, igen. Tulajdonképpen ez egyfajta családállítás is. Uh-huh. Ha valaki nem tudja egyedül végigcsinálni, akkor el lehet menni a csoportos családállításra is, de ezt egyedül is meg lehet csinálni. Uh-huh. Mert ott is ugye pontosan szakképzett szakemberek fölhozzák a helyzetet a múltból. Hát ezt a regresszív hipnózis gyanánt is tanítják egyébként. Igen. Amikor ugyanúgy annyiszor viszik vissza abba a dologba azt a sérült, igen, annyiszor átveszik azt a sérülést, ami volt, hogy a végén már közömbösen áll az ember. Az önszuggesziónak pontosan ez a lényeg, ezt Pásztorfi Jánostól tanultam még meg, hogy,
hogy gyakorlatilag az a dolog önmagában semlegesen van. Te itt vagy előttem, és hogyha én ez mellé teszek egy érzést, hogy ez szimpatikus vagy nem szimpatikus, ebből lesz az ítélet, a gondolat, és ezt 5-6-szor elvégzem, és az eredmény mindig ugyanaz, annélkül, hogy ezt az ítéletet végig kéne csinálnom, ez már a tudatalattiba beépül, igen, ez az önszuggesztió, és bármikor találkozunk, akkor eldönti már a belsőm, hogy én mosogok rád, vagy én húzom az arcomat. Igen. És hány ilyen dolog van, amit már előre el van döntve bennünk. Rengeteg, igen. És ezek a festmények tulajdonképpen tehát ahhoz, hogy én, igen, új életet, új gondolatokat tudjak kezdeni, igen, ehhez mindent meg kell tudnom az előző életemből oldani, érteni. Igen, csak tiszta vászonra lehet képet festeni. Na, akkor most festegessünk egy kicsit. Tehát azt mondod, hogy az első fázis... Még azt elmondanám, hogy azt sokan nem tudják, hogyha sok-sok magunkba temetett emlék van, és akkor előfordulhat az, hogy évekig is tudunk akár úgy élni, hogy ez nem befolyásolja a mindennapokat. Egy életen át tudunk így élni. Igen. Viszont ha történik valami váratlan rossz, akkor viszont ezek az eltemetett dolgok feljönnek, újból erőtörnek és újból fájnak, és akkor az ember nem érti, hogy miért van ez, mi történt, hogy most még ez is. Ez jelenti azt, hogy az illető nincs túl még azon a problémáján. Ezt olyankor szoktam észrevenni, nem említek ilyen egyházakat, de filmeket adnak róluk, hogy ott is valamilyen állapotba hozzák az emberek, és elkezdenek sírni, üvöltözni, igen, és magukból lesz kihozni. Ezt a hasonló, igen, dolgot végeznek ott is, ilyen tudattisztítás? Igen, igen, igen. Energetikai kezeléseknél is előfordul ez. Vannak energiák, amelyik mindegyik síkon hatnak, és akkor bizony van, hogy blokkok oldódnak fel olyankor. Én azt veszem észre, hogy ebben a világban, ahol te is mozogsz, azért nagyon sokan úgy elkezdenek már másoknak segíteni, meg tanácsot adni, hogy ők még nem egészen tiszták. Igen. Ezt hogy lehet kivédeni? Hát ezt nagyon nehéz kivédeni. Végül is az a tiszta alapállapot, amilyen egyszerű, olyan nehéz is. Nagyon sokkal egyszerűbb menekülni előle. Tehát gyakorlatilag neked ahhoz, hogy ebbe a világba be tudjál lépni, meg kellett, hogy erősödnöd, igen, hogy bármilyen hatás ér az életbe, ez valamilyen módon ki tud kompenzálni. Igen. Van erre valami technikád, téged is érhet egy stressz helyzet, a kisfiad nagyon csúnyán köhög, belázasodott, minden anya elkezd kezelába remegni, de ilyenkor milyen segítséget kérsz, amikor a fizikai tested bizony is befolyásolja az érzéseidet és a cselekedeteidet? Én ilyenkor végignézem a csakrapontjaimat, az a tapasztalatom, hogy amikor stressz éri az embert, akkor a korona csakrája bezárul, ez egy tipikus fejfájással jár, és többek közt azzal is jár együtt, hogy ilyenkor az ég felé megszűnik a kapcsolat. Pedig akkor tudnál a könyvtárból akkor, tanácsokat, igen, lehozni, akkor igaz? Lenne a legnagyobb szükségre, és pont akkor záródik el. Egy teljesen más kérdés. Ugye mi itt beszélgetünk csakráról, mindenféle energiáról, spirituális energiáról, beszélünk auráról, beszélünk bioenergiáról, életenergiáról, olyan biofotonokról, amit egy egészséges élelmiszer áraszt magából. És bárhol elmegyek a világon, ezek már evidenciák, elfogadott dolgok. Például, ha ma elmegyek Magyarországon egy természetgyógyászati vizsgál, és azt mondom, na én akkor bioenergetikával szeretnék vizsgázni, na ez Magyarországon nem létezik. Tehát onnantól, hogy Magyarországon nem létezik, innentől, ha elmegyek egy tévéadásban, akkor azt mondjuk, na ilyenektől tartózkodjunk, mert a tudományos vezetőnk ezt nem szereti, csak amit a Tudományos Akadémia. Nem úgy van, hogy megint itt 100 évekre le vagyunk maradva a világ gondolkodéva. Ha elmegyek egy egyesített elmélet konferenciára, ott úgy szintén ezek evidenciáként. Ha NASA kutatásaiból olvasgatunk, ott igenis foglalkoznak ezzel. Hogy szerinted mikor fog ez már Magyarországon is elterjedni, hogy kvázi nem bolondok vagyunk, hanem olyan érzékelésről van szó, amit egyébként a fizika még nem tud megmagyarázni, de attól még ez létezik. Szerintem közel az idő, hogy el kell, hogy terjedjen. Az előbb említetted, hogy paradigmaváltás közepén vagyunk. Mire ennek a paradigmaváltásnak vége lesz, addigra ennek már elfogadott ténynek kell lennie. Nincs más út. Hogy miért pont Magyarországon van ez elnyomva ennyire, ez nagyon érdekes kérdés. Az egyik előadásodban említetted, hogyha megint lenne Noé bárkája, akkor azt a magyarok kormányoznák. Hát, ugye el tudom képzelni, amit Noé bárkáját elkezdek építeni, és megjelenik az önkormányzat, hogy én a telkemen miért csinálok ekkora építkezést, akkor a zaj miatt följelent a szomszéd, aztán megjelenik az APEC, hogy honnan vettem a fát. Tehát a Noé-nak elég nehéz dolga lenne itt, de viszont
a Jóisten nem csak Noének üzent, hogy elpusztítja a világot, kitehet róla, hogy csak ő hallotta meg? Igen, hát tehát az üzenet az most is megvan, és jön folyamatosan. Itt van, tehát gyakorlatilag, és akkor nem akarok a pénzvilágába belemenni, de látjuk, hogy a pénzpest is maga alá gyűrte a világot. Tehát ma gyakorlatilag, amikor a gyógyszergyáraknál a profit az érdekes, és nem az én egészségem, akkor látjuk, hogy ennek nincs alternatívája, jövője. Csak az az út van, ha én tudatossá leszek, éber tudatossággal mindenért felelősséget vállalok, és egy új világot teremtek. Miért is? Nem csak magam miatt, hanem a gyerekek miatt. Hogy van ez az ő világukban? Tehát ők ugyanolyan anyagszinten, majd utána visszatérünk a teremtés pontjaira, hogy ők ugyanekkor a nagy problémának látják a világát, mint mi szülők, vagy ők már teljesen más alapálláspontból képesek megváltoztatni ezt az egészet. Én úgy látom, hogy a 2000 után született gyerekek már egész más tudatossággal érkeznek. Nekik nagy az igazságérzetük, és nem hagyják magukat befolyásolni, és bennük van egy régről hozott bölcsesség, amit sokszor ki is nyilatkoztatnak. Másik generációt képviselnek már. Tehát ők nem az anyagszintű, tehát nem az anyagba ragadtak, hanem akár tudatilag képesek az elementárokkal kapcsolatot teremteni. Igen. És az elementárokon keresztül akár a földdel kommunikálni. Megvan még a tiszta tudatosság bennük. Uh-huh. Persze nagyon, nagyon függ attól, hogy milyen környezetbe kerülnek, mert a szülők ezen tudnak rontani is azért, vagy javítani, vagy csak hagyni, hogy fejlődjön. Tehát itt folyamatosan lelkismeret fordulásunk van, mert minden nap a várándítással elfogadott bűnök, amit a föld ellenünk elkövetnek, az az ő jövőjüket befolyásolja. Igen. És nekik már nem kéne ebbe a világba beleélniük, amiket mi vagyunk kényszerítve. Jó, odáig eljutottunk, hogy végig kell mennünk az életünk összes pontján. Igen. Meg kell csinálni azt a bizonyos tiszta vásznat, ahova már képesek vagyunk új dolgokat teremteni. Hogyan lehet teremteni? Ezek egyébként nem feltétlenül érzelmek, ezek a vászon, ami koszos a vászon. Van például egy vendégem, akivel ezeken a pontokon végigmentem már, és neki például a pénzzel volt problémája. Neki a pénzhez fűződő összes negatív élményét kellett így feldolgozni az első lépcsőfokban. Na, akkor most, ha már ezt a pénzt vetetted föl, ugye, nagyon sokan a spirituális körökben beszél, fú, a pénz, ha. Most a pénznek is megvan a saját maga információs mezője, egregória. A pénzt nem feltétlenül kell szeretni, de viszont tisztelni kell. Igen. És ha megvan a speciális tisztelet, akkor a pénz az közel jön hozzánk, így van? Igen. És hogy lehet ezt megtanulni, hogy a pénzzel való kapcsolatunk? Szerintem nagyon fontos a kiinduló alapgondolat, hogy nem keressük a pénzt, hanem a pénz mindenütt ott van, csak megengedjük, hogy magunkhoz jöjjön. Meg kell találni azt a csatornát, ahogy áramolni tudjon felénk. A magyar az a baj, hogy keresi a pénzt. Elmegy külföldre pihenni, ott is jobbra-balra boltokba rohangál, meg keresi azt a cuccot, amit hazahoz, eladja és megtalálja. Igaz? A francia azt mondja, gagné, tehát nyeri, kinyeri a pénzt. Ő ügyes, nem szakad megérte. Az amerikai, hogy is mondja, ő találja a pénzt, megtalálja a pénzt. Tehát mindenkinek a pénzhez való hozzáállása teremti meg a pénzhez való viszonyát. Igen. De haragudni nem szabad a pénzre, mert ő magába csak csereeszköz, csak amit csinálta belőle. Ez a hölgy, aki hozzám jött, hogy pénz problémája van, ő folyamatosan azt a tükröt kapta a környezetétől, hogy gazdag emberekkel találkozott, és akkor ő magába vívódott, és nem szerette azokat az embereket, és folyamatosan szitta magát, hogy ő alul értékelte magát, hogy ő rosszkor volt, rossz helyen, ő ezt nem tudná megcsinálni, és haragudott magára, de leginkább azokra az emberekre. És nem vette észre, hogy ez egy tükör neki, és addig lesz ez a tükör mindig, ameddig nem dolgozza fel a problémáját a pénzzel. Érdekes, hogy mondtál, mert nagyon sok embernél azt mondja, úgy kezdődik a mondat, hogy az a baj. És akkor az baj is. Igen. Tehát a bajt általában nem tudjuk megoldani, de azt mondja, hogy az a feladat, és akkor már is egy másik aspektus alakul ki, ami lehet változtatni. Például egy ilyen egyszerű dolog. Na, eljutottunk odáig, hogy a vászon az tiszta. Igen. Hogy tudsz te teremteni például egy viszonylagos gazdagságot? Ugye nem arra, hogy most milliárdos legyél, hanem az, hogy normális természetes körülmények között éljél. Milyen teremtési módok vannak erre? Hát ha túl vagyunk az első lépcsőfokon, akkor a második lépcsőfok az arról szól, hogy amit kérek, azt kapok. Akkor végig kell alaposan gondolni, hogy mit is szeretnék, és akkor semmit nem szabad kihagyni, mert akkor amit kihagyok, az nem lesz része a teremtésnek. És nagyon fontos azt is végig gondolni, hogy ha megkapom ezt a valamit, akkor készen állok-e arra, hogy elfogadjam.
nagyon sokan mondják, hogy jó dolog történt vele, csak nem készült fel rá, túl hirtelen jött. Ezt ilyenkor egyeztetni kell, hogy amikor megtörténik a dolog, amit kértem, akkor képes legyek elfogadni. Itt mindig a három cédusa történetét szoktuk elmesélni, most csak az egyikét mesélem el. Amikor kivágják a fákat, a fáknak megengedi a fák szelleme, hogy azzá legyenek, amivé ők akarnak válni, igaz? Igen. De az egyik fa, aki azt mondja, hogy én híres akarok lenni, egy királyt Igen. akarok szolgálni, és nem határozza meg, hogy ő trónszék akar lenni, igaz? És utána kifaragják Jézus Krisztus keresztfáját belőle. Milyen igen, érdekes, igaz? Igen. Mert nem pontosan fogalmazott. Nem pontosan fogalmazott, igen. Uh-huh. Nagyon fontos pontosan végig gondolni, és erre is időt kell szánni. És ezt is elvileg úgy kell megtenni, hogy egy tiszta szellemi környezetben vagy, tehát nincs az, hogy most igen. determinálnak a gondolataid, nincs. Mert ez a kosz a vászon, igaz? Igen. Hanem készen van a vászon, és akkor új vázlatokat kezdünk el igen. fölvázolni rajta, és akkor megrajzolom azt a trónszéket, hogy én azzá szeretnék válni, igaz konkrétan? Igen, igen. Nagyon érdekesek ezek a dolgok. Mik a teremtés további lépcsői? Ha ez megvan, akkor jön az a rész, ami nagyon érdekes, és itt megint vissza kell térni a meditációra, mert kell tudni befelé figyelni a harmadik lépcsőfoknál, ugyanis ez arról szól, hogy a sugallatokat kell követni, a belső hangot kell követni. A belső hang irányítani fog olyan irányba, amiket ha megteszel, akkor az fog történni végeredményként, amit szeretnénk. Hát ez is sok időbe telik, amíg ez megtörténik, mert úgy képzelem el, hogy ahogy az ember körül, mint egy mozaikát rendeződik a tér és az energia, az sok idő. Aki tud hallgatni a belső hangra, annál eredményesebben fog ez a folyamat lezajlódni benne. Amit te mesélted nekem, ez már nem egy egyszerű meditáció, amiről beszélsz, hanem te állandóan online-ba vagy, a tudattaladira, azért tudod meghallani folyamatosan az üzeneteket. Mert ha csak reggel este meditálsz, és egész napközben a zajt hallod, és süket igen. vagy, akkor pont azokat a fontosokat... A meditációnak a rendszeres gyakorlása elhozza azt az állapotot, hogy tulajdonképpen 2-3 másodperc alatt bekapcsolom magam a meditatív állapotba, így ébren is. És akkor itt tűzhalom, szembe kérdezek valamit, és akkor 3 másodperc múlva válaszolsz, azt mondja, jaj, de kuka ez a nő közben, nem is arról van szó, hanem nincs még a válasz benned, hanem fölkapcsolódsz, igaz? Igen, minden információ megvan fent a morfogenetikus mezőben, és azon túl csak tudni kell hozzáférni. Hát, kedves nézőim, akkor itt van egy módszer, amit el kell tudni sajátítani, és abban a pillanatban, hogy hiszünk benne, akkor ez a dolog működik. Mennyire fontos a hit, ha már erről kanyarodtunk rá, hogy a tudatosságunkat elmélyítsük? Nagyon fontos a hit. Hit nélkül nem működik az egész. Sőt, én nem is mindig szeretem a hit szót használni, mert én ezeket a dolgokat már nem hiszem, hanem tudom. Na, hát ez az éber tudatosság, igen. hogy fontosan visszacsatolgatsz. Azért lenne itt még egy pár meghökkentő dolog, amit elmondhatnánk a kedves nézőknek, de járják végig ezt az utat legalább addig, amit te, és utána nézzük meg például a teremtéseidet. Tehát mik voltak, amiket ugye elképzeltél, és az úgy is lett. Nekem van egy kedvenc példám a te fitoterapeuta vizsgád, igaz? Igen. Meséld ezt el nekünk. Régi vágyam volt, hogy megcsináljam a természetgyógyász, illetve a fitoterapeuta vizsgát, és mindig eldöntöttem, hogy nagyon sokba kerül nekem, most erre nincs pénzem, és nem is foglalkoztam vele. Utána végigmentem ezeken a lépcsőfokokon, és megkaptam az irányítást, hogy merre menjek, merre keresek, milyen kedvezmények vannak, és akkor még mindig volt, hogy azt gondoltam, hogy ez hogy lehet ezt pénz nélkül megcsinálni, és megtaláltam azokat a forrásokat, hogy meg lett minden, ami szükséges volt hozzá, megcsináltam a vizsgát. Tehát így teremtetted igen, meg a lehetőséget? Igen, megteremtettem a lehetőségét, hogy megtehessem. Sikerülésen, levizsgáztál. Persze ez a harmadik lépcsőfok, ez nem azt jelenti, hogy jönnek a sugallatok, és akkor megcsináljuk azt a dolgot, hanem tenni kell, keményen dolgozni azért a dologért, amit teremtünk. Csak megkapunk hozzá minden segítséget, hogy úgy is legyen. Tehát maga ez nem egyfajta mágia, amit pikk, igen. a veszővel, és akkor megvalósul egy... Az emberek nagyon nagy része azt képzeli el, hogy úristen, kitöltöm a lottószelvényt, és egy pillanatra milliárdos leszek, és minden megoldódik. Tehát lépésről lépésre kell. Nagyon sok ember a mai világban egyébként, aki lusta ahhoz, hogy ezeken a lépcsőkokon végigmenjen, ő azért vágyik arra, hogy például ő celeb legyen, mert akkor úgy érzi, hogy ezáltal, hogy a világ megismeri, akkor onnantól ő már megoldotta az életét. És mekkora káprázat ez, és igazából jót tesznek azok a varázslók az emberekkel,
akik mágiával megoldják a problémájukat, és ugyanakkor nem kell megélniük azt az aspektus, hogy neki kéne ezért megdolgozniuk. Hát ennek nagyon sok hiba pontja van, ha az ember elmegy egy mágushoz, és vele csináltatja meg ezeket a pontokat. Egyrészt akkor abban a mágus is benne van, és ő is fizet az eredményét. Vannak ilyen mágusok, akik elmegyek, na, vannak, kérek igen. Szépen akkor egy gyönyörű szőkenőt, 180 centi magas, ilyen mellbőség csípő, IQ, hát mit tudom, legalább 60 legyen, és akkor így a mágus valahogy összehozza. Vannak, igen. Aztán meg is kapja, amire vágyott, mi? Igen, megfizet az eredményét, mert ha negatív valakinek az, amit kért, akkor annak mindig súlyos ára van. És gyakorlatilag viszont, ha mágiával oldjuk meg az életünket, akkor nincs meg az a fejlődési lehetőség, hogy én magam tapossam ki azt az utat, és gyakorlatilag szellemnek nem fölöttem semmit. Szerinted miért fontos annyira? Az emberek több száz éven, ezer éveken keresztül azért elvoltak, hogy mormolták a kis imáikat, befizették az adójukat, elmentek katonának, meghaltak az országukért, hogy most kell ennek a tudatosságnak átlépni a saját határát. Most jött el az az időpont, amikor már muszáj. Muszáj, mert ahhoz, hogy a jövő embere életbe tudjon maradni, ahhoz el kell érni egy tudatossági szintet. És abba a testbe kell elérnünk ezt, ahol vagyunk, vagy ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy itt majd ideszák leszünk, egy kicsit váltunk a fizikai létünkön, és visszafejlesztjük a nemi jellegünket, és teljesen más emberekként éljük az életünket. Szerintem ebben a testben kell tudni megvalósítani. Nagyon fontos a kapcsolat az ég felé. Azt kell kiépíteni, és úgy, hogy az biztos legyen. Ez a test-lélek-szellem harmóniáját a mai világban te elképzelhetőnek tartod, hogy föl lehessen tartani? Nem. Szerintem a testet nem lehet kihagyni ebből. Egy egységben kell megoldani ezt a tudatosságot. Tehát a testünket is ugyanúgy kell ápolni. Igen. Nem véletlenül néha arról beszélünk, hogy a testnek milyen táplálékokat kell adni, hogy kell megtisztítani. Hát az egóval mellé sok baj van, ugye, mert hogy az egó az elmúlt pár ezer év alatt nézzük meg, mit csinált a Földdel, mert mit csinált az emberrel. Igen, az egó szerepe is megváltozott már az utóbbi időben. Na, mi az egó szerepe ma? Úgy tartják a régebbi tanok, hogy az egó azért lett, hogy az embert figyelmeztesse vészhelyzetekben. De akkor még nem ilyen világ volt, mint most. Akkor még az emberek jobban éltek a kapcsolattal az ég felé. Most a mai világban már az emberek csak az érzékszerveikre hagyatkoznak, és más teremti a valóságot nekik, és azt elfogadják. Az érzékelés még nem látás, mondja a Hanvas Béla, és azért nem értjük egész egyiptomi misztériumot, az egyiptomi halottaskönyvet, Tóth Fáró tanításait, Atlantiszt nem értjük, mert egyszerűen csak anyagszinten próbáljuk megérteni ezeket a dolgokat. Igen. Az éber tudatosság szintjén viszont az ego már nem tud többet megtéveszteni, mert egész más a rezgése az ego hangjának. Tehát, amikor kapsz valami intuíciót, vagy kis hangot, és van az egódnak is valami hangja, akkor valami módon meg tudod őket különböztetni? Igen, én azt szoktam mindig mondani, hogy csak egyszer kell megérezni a különbséget, és akkor soha többet nem lehet összekeverni. Tehát az egó is nagy teremtő tulajdonképpen bennünk, és gondolati úton teremgetők is. Igen, de inkább a negatív irányban sokszor. Szerinted léteznek-e a világban olyan tudatgenerátorok, amik tudatosan képesek a morfogenetikai mezőbe mindenféle információkat léteznek. Bevinni, azért, hogy szétverjék a tudatosságot például. Léteznek. Igen. Ugye azt mondjuk, hogy az emberiség 2%-a legalább tudatos, tehát minden 100 emberből 2 már tudatos. Ha ez így lenne igaz, akkor 120 millióan lennénk körülbelül tudatosak a világon, és mégis ez a paradigmaváltás, nem érzem, hogy megtörténne az emberekben, ami az elvileg csak 100 000 ember is elég lenne már. Mi az oka ennek szerinted? Igazából ezen én is sokat gondolkozok, mert korábban azt gondoltam, hogy ha ezt a számot elérjük, akkor ez a változás lavinaszerűen fog végig söpörni az embereken, és egyelőre ezt nem látom. Annyira elős a befolyásoltság a morfogenetikai mezőből, hogy nem tudják az emberek lekapcsolni magukat róla, és meghallani az igazság hangját. De meg egyszerűen olyan, mint a mágusok háborúja, hogy állunk egy páran ezen az oldalon, és szeretnénk a változást, a jövőt, a szebb életet, másik oldalon meg szeretnék a rabszolgaságot fenntartani, és ők is ugyanazokat a birka elveket, hát mi lesz, emelik a benzinárát, mindjárt 400, de hogy eljussanak odáig az emberek, hogy a civil engedetlenség az tulajdonképpen egy törvényes lehetősége arra, hogy ne legyen mindenügy az életébe, na ebbe meg korlátozott. Tehát ami meg tudja tölteni azt a guruló csörgő kocsikáját egy hónap egyszer, addig neki ez bőven elég, és nem is érdekli, hogy mi lesz volna.
Na ez az alapvetően bosszantó dolog, nem? Hogy tépjük a szánkat, ugye szeretnénk, hogyha jönnének velünk, de ez tőlünk nem fog menni, ha bennünk nincsen. Egyet is értenek vele, és aztán mégsem tesznek semmit azért, hogy jöjjenek. Tehát olyan, mint hogy bemennek a templomba, igen. Halleluja, ne, bocsánat, templomban nincs halleluja, ámen, szeretjük egymást, kijönnek, és már egymást lögdösik, hogy a busz megállva melyik szálljunk fel a buszra. Igen. Tehát ilyenfajta megközelítésből nem nagyon lehet változás. De ez még mindig a képmutatás része, nem? Tehát, igen. Tehát ez még mindig nem a tudatosságnak a fellépése. Igaz? Igen, igen, de ennek változnia kell. Hát együtt fogjuk ezt figyelni, és nem páholyból, hogy az emberek mennyire képesek változni. Mi nem tudunk nekik észt osztani, csak esetleg példát mutatni, a te példádat, nekem még nincsen példám, és nagyon sokunk példáját, akik már ebben a transformációnak hívjuk azt, amikor az ember átalakul valami mássá, vagy másképp, ez egy másképp látásával átalakulás. Most a Vikinek nem nőttek angyalszárnyai, ugyanitt él közöttünk, de a tudatosság szempontjából másképp érzékeli a világot, amiben élünk, igaz? Igen, igen. Az átváltozás előtt is volt bennem egyfajta tudatosság, de nagyon sokszor kibillenthető volt. Befolyásoltam, vagy hagytam magam befolyásolódni én is, akkor még. Uh-huh. Na, ma már tudjuk, hogy 2 másodperc egy kicsit elhomályosodik a szemünk, kinyitjuk a fönti kapcsolatunkat, és már is megkapjuk a segítséget. Az igazság, hogy Vikivel nagyon sokan szeretnétek találkozni. Gorotna.hu Gorotna.hu e-mailt küldtök, és akkor lehetőség van Vikivel személyesen is konzultálni, és nagyon sok tanácsot tud nektek esetleg adni. Én nagyon megköszönöm, hogy itt voltál, és ami lesz érdekes témánk, akkor itt a más hang szeretett társalgásban előveszik az élet összes aktuális dolgait. Én addig nagyon szépen köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a saját lépéseidet a tudatosság elérésében. Nekem is személyesen nagyon sokat segítettél ebben. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy ezt a 35 percet velünk végignézték, és gondolkozzanak el, ha lehet itt a VNTV-n, akár egy nap 10-szer is megnézhetik ismétlésben ezeket a filmeket. És nem csak ezeket a filmeket javaslom önöknek, körülbelül 1000 darab archivált adásunk van, az egészség, a gondolkodás, a szeretetterápia, a másképp hang, parapszichológia és minden más témakörökben. Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltál.